Tanulj, dolgozz, vállalkoz címmel szerveztek ma mini konferenciát a Corvinus Fehérvári Kampuszán. A rendezvényen köszöntőt mondott Mészáros Attila is, aki a duális képzés fontosságát hangsúlyozta. A város jövője elképzelhetetlen a felsőoktatás megerősítése nélkül, és ebben a korülszigeten nagyon komoly partnere Széges hiszen látjuk azokat az igényeket, amelyek egyrészt a munkerőpiacon jönnek, azt a nyomást, amely eh, tekintetében a városnak a eh, felsőoktatás megerősítése kérdése, hiszen ma is 1500-2000 olyan üres álláshely van eh, Székesfehérváron, amelynek egy része eh, magas szintű eh, pénzügyi gazdasági szakembert eh, kíván. Emellett eh, a eh, műszaki mérnöki eh, igények is eh, nagyon jelentősek, és ezért is örülök annak, hogy eh, most szeptemberben már eh, az első eh, évfolyamán indulhatott a Kormész és azt gondolom, hogy a tanuló dolgozza vállalkoz hármas, az abszolút megjelenik itt a Kormész egyetemen is, hiszen az alapképzésben a Kormész egyetem egészét tekintve itt van duális képzés két szakon is, ami azt gondolom, hogy ezt a hármas jelentős szavakat egyértelműen tartalmazza és összefogja. És azt gondolom, hogy nagyon fontos. Számunkra ez a duális képzés, bízunk benne, hogy az a fejlődés, amely elindult a helyi barral közösen és a Kórnőszéletemmel, ezt tovább fog tartani, hiszen már a következő tanévben több mint 30 duális helye lesz a Kórnőszéletem székes Fejermáli kapuszán, a legnagyobb multinacionális cégektől a kisebb magyar tulajdonú vállalatokon át. És hát azt gondolom, hogy ez komoly tapasztalat szerzés mindazoknak, akik ebben a programban részt vesznek. Főként ezért indították el Fehérváron több felsőoktatási intézményben is a duális képzési formát, melynek a lényege, hogy a fiatalok már a felsőoktatási tanulmányaik alatt megkezdjék a munkát az adott szakterületükön. A mai konferencia is ennek a lényegét hivatott bemutatni, illetve felsorakoztatták a jelenlévőknek azokat az előnyöket, melyekért érdemes elkezdeni vállalkozni és dolgozni az egyetemi évek alatt. Arról fognak beszélni az előadóink, illetve remélhetőleg a közönség is minél inkább részese lesz ennek a beszélgetésnek, hogy hogyan ossza be az ember az idejét az egyetemi évek alatt. Mennyit érdemes tanulásra fordítani, mennyit ilyen olyan szórakozásra, illetve érdemese, és ha igen, akkor mennyit munkára, akár szerzés céljából, akár jövedelemszerzés miatt, vagy mi a helyzet akkor, hogyha valaki már úgy érzi, hogy az egyetemi évek alatt is van egy olyan ötlete, amivel, amivel neki kellene vállalkozni. Egyszerűen arról van szó, hogy sokkal hamarabb kerülnek olyan pozícióba, hogy ők válasszanak, és nem mindig őket választanak hogy ők dönthessenek a sorsukról. Aki például időben elkezd dolgozni, akár duális képzés, akár más szakmai gyakorlat keretében, az mire eljut 21-23 éves koráig, ő válogathat a lehetőségek közül, és nem azon küszködik, esetleg épp szomorkodva, hogy senki nem vette őt észre. Tehát Egyszerűen az a magabiztosság, amire mindenki vágyik, az pontosan az ilyen választások és döntések útján található meg, hogy jókor, jó időben kezd el tanulni és dolgozni, és belül egy olyan erőt tapasztal meg, egy olyan önállóságot, amely egész életében végigkíséri, éljen itt, éljen rövid ideig, másút külföldön, mindenképp csak a hasznára válik. Persze ez olyan szülősen hangzik, ilyet anyugák meg apukák szoktak mondani, de minden fiatal rájön erre, amikor az első 19 évesen a duális képzőhelyen töltött nap után sikere van, akkor egy olyan telítettség érzése megy az egy olyan jó érzése, hogy alkalmas vagyok valamire, képes vagyok ebben a világban betölteni a helyemet, hogy ez bizony minden aggodalomra gyógyír, és, és minden félelmet tulajdonképpen begyógyít. Szerintem ez nagyon fontos. Kevesen tudják, hogy a mai fiatalok egyik legnagyobb gondja, hogy nem érzik eléggé otthon magukat a világban, amiben élnek. Bár bármibe beleszólhatnának, bármibe részt vehetnének, inkább úgy érzik, hogy hát bármit csinálok, azon nem múlik semmi. Az időben elkezdett munka és együtt vele a tanulás. Ez a vállalkozói magatartás, egy jó értelme vett, kreatív probléma megoldás, a kockázatvállalás mind arra fogja őket bírni, hogy rájönnek, hogy de bizony ez a világ csak is rajtuk fog múlni. Maguk a cégek azok hogy viszonyulnak -e ez a duális képzéshez? Gondolom, hogy egyrészt örülnek is neki, de vannak-e már visszajelzések, hogy hogy teljesítenek mondjuk a frissen munkába lépett még egyetemi hallgató fiatalok? Alapvetően ezek kölcsönös visszajelzések. A hallgatók is visszajeleznek a cégekről, és a cégek is a hallgatókról. Azt látjuk, hogy mivel ez egy viszonylag új konstrukció, mindenki nagyon lelkes, mindenki nagyon sok energiát és figyelmet tesz bele, keresi azokat a fejlődési lehetőségeket, például a munkahelyi mentorálásba, hogy még több figyelmet, még több tanítást adjanak a diákoknak. Ne felejtsük el, hogy a duális képzés a vállalat részéről is egy nagyon komoly szakmai kihívás, és egy nagyon, nagyon, pozitív társadalmi vállalás is. Mert hiszen ő is tanítja azt a hozzáérkező 18-19 éves. Lehet, hogy, lehet hogy, hogy erre nincs minden esetben, minden szituációban felkészülve. Mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy az igyekezet, és nagyon, nagyon nagy az odafigyelés a vállalatok részéről, és kölcsönösen a diákok is igyekeznek megtalálni a helyüket minél hamarabb, érezve, hogy ha beágyazódnak, ez lehet, hogy egy 10-20 éves munkaviszonyt is jelenthet, de legalábbis nagyon fontos tapasztalatokat. És akkor itt a végén kicsit visszatérve magához a konferenciához, én a Meghívó kettő előadót láttam, ők milyen témában fognak majd előadást tartani? Alapvetően a, a gazdasági helyzetről és a munkavállalásról lesz szó, ezen belül is a nagy ötletek, a vállalkozói serkentésről, vállalkozói ötletekről és azok megvalósításáról, és természetesen a munka és a tanulás gyakorlati összehangolásáról, ami a duális képzésben egy rendszer szerűen eldöntött dolog, de ezért vannak más mintázatok is, a szakmai gyakorlat, a nyári gyakorlatok, és így tovább. Ezekről próbálunk ma. Igen, mélyen és lehetőleg minél termékenyebben beszélgetni. A konferencia előadásairól az ígéret szerint beszámolót is készít majd az egyetem, a jövőben pedig várhatóak még hasonló kérdéskörben előadások a kampuszon. Lesznek róla beszámolók, tehát összerakjuk azokat az előadásokat, amik itt, amik itt elhangzanak. De remélem, hogy nem ez lesz a fő utó élete, hanem hogy itt minél többen megismerkednek egymással a különféle előadók meg, meg, a közönségből, és hogy utána ez akár, akár segíthet abban, hogy akár diák szervezet egy, egy, egy vállalkozással, akár, akár valamelyik non-profit szervezet, aki, itt előad a hallgatókkal, és nem tudom én, az ő ösztöndi programjukban aztán részt vesznek a hallgatók, vagy meg egyáltalán, hogy másoknak is elmondják, hogy, hogy mi volt itt a konferencián, és, egy későbbi uh, alkalommal már egy más, más közönségnek, egy szélesebb közönségnek is, és lehet ugyanerről beszélni. Mert ez ugye ez, ez, egy izgalmas kérdés, és itt, mivel a Corvinusnak csak uh, Fehérváron indulnak alapszakon duális képzései, ezért különösen uh, adja magát a helyszín, és adja uh, magát a téma. És ugye ez az is hozzá hozzátartozik, hogy ez, a, ez, az alapszakos duális képzés, ez nekünk is új. Tehát, hogy erről, erről nagyon sokat lehet beszélni, és nagyon sokat gondolkodni, hogy akkor uh, pontosan mivel töltsük meg ezt, a, ezt az ígéretes formát. Ugyan ez elhangzott, hogy új típusú képzés és a duális képzés, de alapvetően a fiatalokról, meg a fiataloknak szól az egész történet. A fiatalok maguk hogy viszonyulnak -e ezt, hogy tudnak róla, vagy egyáltalán hogy képzelik azt el, hogy már az egyetemi évek alatt ők esetleg munkába is állnak? Hát nagyon különbözőképpen képzelik el a tapasztalataink szerint. Ugye hogy felidézem, amikor én, én a on tanultam, és már akkor még öt éves egységes képzés volt, nem az osztott bolonyai, akkor azért az ötöd évre, legalábbis az én szakomon az volt a jellemző, hogy, hogy többen dolgoztak egyetem mellett, néha egyetem helyett napi nyolc órában, mint ahányan nem. A, Nyilván ebben nagy különbség van a, szerint is, hogy valakinek milyenek a lehetőségei, hogy tudja a családja finanszírozni a tanulását, vagy sem. De szerintem egyre, egyre általánosabb az, és hát hol jogos, hol kevésbé jogos kritika mondjuk az egyetemekkel szemben, hogy, hogy úgy érzik a hallgatók, hogy úgy érzik a hallgatók egy része, hogy nem kapnak elég gyakorlati tapasztalatot, hanem csak, csak elméletit, és erre az egyik, egyik válasz lehetőség ugye az, hogyha elmennek mellette gyakornoki programba, vagy valahova dolgozni, és ennek az egyetem szempontjából, ahogy ma látjuk, rendezete formája a duális képzés, és egyébként ez egy állandó konfliktus, hogy, hogy Miért nincsen előadáson a hallgató, miért nincsen ilyen órán, olyan órán, lehet, hogy az ember éppen dolgozik. A duális képzésnél ezt, a, ezt az összehangolást, ezt elvégzi az egyetem, elvégzi a képzési program. Ugye van két napja a munkahelynek, és három napja e, sűrítetten az egyetemnek. Mondjuk, hogyha kettő-három érvet kellene mondani, és nem feltétlen szlogánt a duális képzés mellett, akkor a fiatalokat mi, milyen érvekkel lehet meggyőzni ennek a, ennek a hatékonyságáról? Mindenképpen az egyik, az, egyik az, a, az a munkatapasztalat, meg egyáltalán a, a kötött munkarendnek a megszokása, ami egy óriási kulturális sok az ember életében, hogyha akár a gimnázium után, pláne utána, hogyha egy szabadon engedett 3-5-6 akárhány egyetemi év után, hogy be kell járni 8 fél 9 -ra, 9 re és ott kell lenni. Ezt így meg lehet szokni. Tehát, ez, ezzel már szerintem egy, egy komoly akklimatizációs feladaton túl van az ember, hogyha duális uh, képzésen megy keresztül. Aztán, ami szintén mellette szól, és nem elhanyagolható, az a megélhetés kérdése, ugye az a, az a jövőre várhatóan legalább havi nettó 60-70 ezer forint, amit itt megkeresnek a, a hallgatók az egyetem mellett a duális képzési helyükön, az az egyetemi ösztöndíjjal összemérve egy nagyobb Nagyobb tétel, és uh, könnyebbé teszi uh, az egyetemi éveknek a finanszírozását. És a harmadik érv az mondjuk talán az, hogy az egésznek a párhuzamossága, hogy amit az ember itt a szemináriumokon, meg az előadásokon hall, azt egyből összekötheti azzal, hogy, hogy, mit lát annál a vállalatnál, ahol dolgozik. Hogy mi van tényleg úgy, ahogy az elméletben, és, és mi nincs úgy. És ezzel egyébként értékes visszajelzést is adhat az oktatónak, akiknek egyébként ez mondjuk egy plusz feladat lehet, plusz kihívás, hogy ugye jellemzően azért eddig a 19 20 éves első-másod, harmadéves alapszakos hallgatóknak nem volt munkatapasztalata. Tehát ilyen jellegű konfrontatív kérdéseket nem nagyon tettek fel, meg nem nagyon szembesítették azzal, hogy de hát, de hát ott, a, ott, amire én rálátok, ott, ahol én dolgozom, ez ezért, meg ezért nem így működik. Ez szerintem intellektuálisan kihívás, meg izgalmasabbá teszi az oktató számára és az oktatást. Itt a végére magára, maga a képzés, a duális képzés a gyakorlatban, hogy néz ki, tehát mondjuk egy heti bontást nézzünk, hogy hány napot tölt az adott munkahelyen a hallgató, és mennyit itt az egyetemen. Itt a Fehérvári képzésünkben egészen a konkrét napokat lehet megnevezni. A hétfő és a kedd az a munkahelyi, a szerra csütörtök péntek pedig az egyetemi. Tehát kettő munkahelyi és három egyetemi nap. A cél tehát a duális képzés népszerűsítése, valamint az úgynevezett Z-generáció figyelmének felkeltése volt a mai nappal. Hasonló előadásokra pedig úgy tűnik van igény, folytatás tehát várható.